A Dózsa-György úton vagyunk, egy történelmileg sokszorosan rétegzett helyszínen, ahol éppen aktuálisan az óriási Néprajzi Múzeum épülete takarja ki a múltat, arénától a Tanácsköztársaság szoborig. Tulajdonképpen lehetne ez is a témánk, mert elég nagy és látványos, de mi most az ellenkező irányba fordulunk, ahol a volt Mémosz székház és a pártkongresszusok helyszíne volt, ahol ma az RTL rendezkedik éppen be. Történelmileg itt is legalább három korréteg játszik. Először is a háború utáni modern magyar funkcionalista építészet példadarabja, ahol nem mellesleg évtizedeken át rendezték az állampárt az MSZMP pártkongresszusai. Járt itt Rákosi Mátyás, Kádár János, Che Guevara, de fellépett Latabár Kálmán, tartottak divatbemutatót és akrobatasót is. Számos alkalommal felújították, többször korszerűsítették, ezek azonban szerencsére ritkán érintették az architektúrát. A Dózsa-György úti épületrész mindig is irodaházként funkcionált. Ez a 14 hengeres oszlop a homlokzaton, fölül a felülvilágítók, az egész azt a modern, funkcionalista nyelvet beszélte, ami nagyjából a 20-as, 30-as évek építészetéből eredeztethető. Na, ez ma kétszeresen is örökségvédelmileg védett. Olyan komplex hazai modernista építészeti és képzőművészeti alkotás, amilyen ma már alig létezik. Így aztán esetében a rehabilitáció kifejezés talán jobb is a felújítás helyett. Teljesen új funkciókra is adaptálni kellett. Ez volt a beruházó, a Wing kiemelt küldetése is. Más kérdés, hogy alig adták át, szociál fordításban már is a dekadens nyugati építészet elrettentő példája lett. 1951-ben egy konferencián már kifejezetten önkritikára szólították föl a modernista építészeket, a székházat pedig kastélyszékháznak, fényűző kastélyszékháznak nevezték. De maradjunk még kint. A Dózsa-György út, a Liget széle, itt vastag lenyomata a magyar történelemnek. Volt itt a város széle, az aréna és Vigalmi negyed. Később itt épült fel neobizánci stílusban a Regnum Marianum templom, hogy aztán 1951-ben eldózerolják. Fákat kivágva, kiszélesítve jött a felvonulási tér, és itt állt 5 évig Stalin generalissimus szobra is, amíg 1956-ban le nem döntik. A környéken létrejött szakszervezeti negyed, ebben a Mémosz székház kiemelkedő helyet foglalt el. 1969-ben újabb szobrot avattak a lerombolt templom helyén a Tanácsköztársaság rohanó vörös katonájáért. De ez is csak 20 évig állt itt, mert jött a 1956-os forradalom évfordulóján, 2006-ban az 56-os, új 56-os emlékmű a nép nyelvén a vaskefe, és aztán a legutolsó dátum 2022, amikor szemben megépült az új Néprajzi Múzeum. A mai Liget Center, tehát négy részből áll, mi most a klasszikus irodaépületben a Dózsa-György útra néző volt Mémosz székháznak a teraszán vagyunk ezekkel a szuper felülvilágítókkal, ugyebár van a volt kongresszusi terem, az auditorium, a kettőt összekötő szárny és egy új épület, a Vitrum, ami még épül. Hajdan mellett a Szott székháza állt, ebből lett Erik van Egerát jól ismert szalagos irodaháza, és valaha az építész irodája is ott volt. A mellette lévő irodaház modernizálása ekkor sikerrel járt, a kongresszusi szárny átépítése viszont akkor elmaradt, az épületet újra lezárták. Ekkor jó 20 éve született meg így a Liget Center, amit az Egerát iroda akkori munkatársai, a későbbi Tiba építésstúdió építészei terveztek. 75 éve a tervek egyértelmű célja az volt, hogy a telken minimális alaprajzal, de maximális beépítéssel hozzanak valamit létre. Mindezt a modernista formakészletből merítve, a lábakra állított homlokzatot pedig az úgynevezett rasterháló elv alapján szerkesztették. A
Szrog György, Gádoros Lajos, Perényi Imre, Percel Károly és Prejzich Gábor, és a szociál uralkodása előtti egy-két szerencsés év. Percel Károly számára mondjuk nem annyira, mert a tervezésben ugyan meg részt vett, de erre a nemrég előkerült vörös márvány táblára már nem kerülhetett fel a neve, mert időközben letartóztatták, és később a Rajkperben életfogytigra is ítélték. Az épület 1946 és 50 között épült fel, és a tervezők érzékenyen nyúltak a feladathoz. Ezért az igényes felújítás most egyben rehabilitáció is, olyan minőségben, amihez a mostani tervezők ragaszkodtak szinte emeletről emeletre. A műemlékvédelem egyik első védett modernista emléke tehát a Mémosz Liget Center lett. A régi kongresszusi központ, az auditorium régi bejáratánál állunk. Itt látható Tar István faliképe, mély reliefe, 1949-ben készült, és az építőket ábrázolja. Jól látható egyébként, hogy férfi és női építőmunkások is láthatók. A nők viszont nem viselnek lábbelit. Az 1904-ben alakult Mémosz, Magyarország Építőmunkások Országos Szövetsége, első székháza 1908-ban épült, szintén a Dózsa György úton egy saroknyira. Amikor ezt kinőtték, kezdtek egy új székház építésébe. Egyébként a 75 évvel ezelőtti építőmunkások rengeteg társadalmi munkával is hozzájárultak a székházuk építéséhez, még vidékről is feljöttek megnézni, mi épül, hogyan épül. Az eredeti koncepció szerint azért állították az épületszárnyakat lábakra, hogy saját telkén belül tudjon fedett területen az építő munkásság gyülekezni és beszélgetni. A hajdan 1200 fős kongresszusi terem, ez a mai auditorium, ennek a tetejét valaha egy falamellás szerkezet fette, ez most egy felülvilágítós hely lett, és az egykori U-alakú karzat is kiszélesedett, gyakorlatilag mind a két oldalon galériává. Ezt egyébként egy hangfogó szerkezet borította. Ott volt a elnökség, a pulpitus, de ezeket a hangterelő szerkezeteket soha nem használták, mert kellett a hely a helyre vigyázó BMS-eknek. Ez a tér most teljesen átalakult, nyitott, átriumos irodatér lett. Az itt dolgozók természetes fényben dolgozhatnak, mert megnyitották a tömb zárt szerkezetét. Az épületrész tehát a 80-as évektől kihasználatlanul állt, pusztult, üresen romlott az állapota, ezért is döntött úgy a tulajdonos, az új tulajdonos és fejlesztő, a Wing, hogy teljesen újjáépítik a Liget Center, tehát az irodaházrészt, és elsősorban ezt a volt kongresszusi termet, ahová láthatóan az RTL Newsroom és Hírközpont költözött be. A tartalomgyártáshoz szükséges stúdiók a földszintre és a második emeletre kerültek, az RTL híradó, az időjárás jelentés és a hétköznap esténként élőben jelentkező Fókuszt is innen adják. Az új hírstúdió a legendás televíziós, egykori kollégánk és atyamesterünk Baló György nevét viseli majd, ugyanúgy, ahogy Budafok nagytétényben. Azért megmaradtak kisebb-nagyobb jelentős részletek, például a kubai nádborítás egy része, és azok a V-tartók, amik kívül-belül látványos részei ennek a kongresszusi épületrésznek. Tehát ez a szakszervezeti negyed, amit a székházak és pártkongresszusok határoztak meg, időközben szép lassan alakul, újra átalakul. Erősebb lesz az iroda funkció, ugyebár itt a Dózsa György úti részen kifejezetten, a kongresszusi, régi kongresszusi terembe az RTL költözik be, de közben a környéken egy múzeumi negyed is szép lassan formálódik, izmosodik, túloldalon az új Néprajzi Múzeum, távolabb lesz majd az Építészeti Múzeum a Benczúr utcában, a Walter Rózsi villánál, és mögöttem áll az a Klösz György villa a Fasorban, ahol pár év múlva majd a Magyar Fotográfiai Múzeum fog működni.